összevágott felvételen nem szívesen. A főpolgármester szerint nincs igazi bázisa a náci eszmének Magyarországon. Tarlós István az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbiával közösen adta át az egykori budapesti gettó emlékfalát. Az áldozatok emlékére az izraeli nagykövet gyújtott gyertyát. A kántor a 23. Zsoltárt énekelte, amelyet az egykori gettó emlékfalára véstek. Budapest főpolgármestere felidézte, hogy a német megszállás után 70 ezer zsidót különítettek el a magyar fővárosban. Most pedig itt állunk az emlékfal avatásánál, amikor közösen emlékezünk és reménykedünk az életben. Reménykedünk abban, hogy egy más világ jött el, reménykedünk abban, hogy az a világ soha nem jön vissza, és nem véletlen, hogy nemrégiben a két tannyelvű Bét Menahem izraeli magyar tannyelvű iskola is megnyithatta kapuit itt a szomszédságunkban. Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbia az avató ünnepségen az emberi romlás szimbólumának nevezte a holokausztot. A zsidó közösség számára és a zsidó vallás tanítása szerint az emlékezés legmegfelelőbb módja az újjáépítés. Akkor tudunk leginkább emlékezni, hogyha akár borzalmakra emlékezünk is, de a borzalmakból a következtetéseket levonva egy jobb jövőt építünk, egy olyan jövőt képzelünk el és építünk föl, amiben az emberi szabad választásnak a pozitív értékét is megmutatjuk. Köves Lomó emlékeztetett rá, hogy a fal nem csupán egy emlékmű, hanem oktatási eszköz is, hiszen az installáció a gettó térképét jeleníti meg. Nem jár kártérítésre, Ronald.